amikor felkérni nagyon magas emelőt, hagyján sem ilyen sokan vagyunk, videón látó oldalt, akkor segítőtől meg biztos menni fog. Jó, ha fenn van mind a kettő, akkor pedig nagyon kéne tapsolni. Szia, nagyon kéne táncolni, és még hangosabban énekelni, jó? Lerünk, hagyják mindenkit, kezdek pedig maradnak ott. Szeretünk bulizni, ugye? Igen! Nagyon jól megy ez nekünk, nagyon táncosábúak is vagyunk, biztos ez nem véletlen. Úgyhogy jöjjön egy olyan dal, amire még ennél is jobban kéne mozgulni, bár meg kell mondani, hogy nagyon jól csináljátok. Meg sikongatni kéne, meg énekelni, jó? Menni fog ez nekünk? Jó, akkor jöjjön is a következő dal. Jössök a kezem, meg minden éneklés ilyenek, gyerünk, majd lássuk! Azt mondják, hogy nekem annyit ír egy lány, még megszerzett és meg kégen is tovább. Miért csak játszol többet?
köszönjük. Hát most egy picit kiugráltuk magunkat, úgyhogy két dal erejéig egy picit pihenünk, de itt arról lenne szó, hogy majd nagyon kéne velem együtt énekelni. Olyan dalok jönnek, amiket ismerünk, de nagyon ki kell engedni majd a hangunkat. Menni fog ez? Yeah! Jaj, jó, akkor jöjjön is a dal, aminek az a címe, hogy Álomtánc. Szerintem ezt ismerni fogjuk a német feldolgozás. Mint az elején egy kis tapskéna, azt te pedig énekeljük, jó? Köszönöm. Hát most jöjjön az utolsó lassú dalunk, ami mert szívem szerint az én egyik kedvenc dalom. Erre pedig egy ilyesmi dolgot kéne csinálni. Na most az, hogy így csináljuk lent, picibe vagy nagyban, nekem tök mindegy, csak mozgolódjunk, jó? Az jelentés pedig már nagyon jó, ugyanígy kéne énekelni, szerintem ezt is ismerni fogjátok. És akkor jöhet is a dal, aminek a címe titokban elmodasztunk, és egy ilyen pici integetést próbáljunk meg, jó? Na, ez nagyon szépen megy, most már nem szabad elfelejteni. Többé, hogy meglátni és megszeretni. Ennyi.
titokban álmodoztunk összebújva, esküdtünk az igaz szóra, hogy nem tudhatja más, csak te meg én. Titokban átkorolva, összebújva, hallgattunk sok hazug szóra, és nem tehettük azt, mit már csak ilyen pörgős, táncolható dalok jönnek, úgyhogy egy picit fel kell mindenkinek ébredni, ezért csináljunk egy olyat, hogy elénekelek egy sort. Fáj a torkod? Jaj, akkor csak halkan énekel, jó? Nem szabad, hogy megfájduljon. Na, elénekelek egy sort, és aztán azt utána kéne énekelni. Menni fog, ugye? Na, úgy van a dal, figyeljetek, hogy éj a mának! Háromra, oké? Okay, nem olyan nehéz. Nem muszáj így dallamon énekelni, csak kiabáljunk jó hangosan, oké? Okay, hadd halljak mindenkit. Szóval, egy, kettő, három. Éj a mának! Megpróbáljuk még egyszer, mert akkor már nagyon jól fog menni. Na, figyeljetek! Egy, kettő, három. Éj a mának! Na, nagyon szépen megy, úgyhogy ezt a részt így fogjátok énekelni. És akkor még mielőtt jönne a következő dal, szeretnénk nektek két hölgyet bemutatni, nekik meg nagyokat kéne sikongatni, meg tapsolni. Szóval először is itt van velünk Ági, háromra valami nagyot csináljunk neki. Egy, kettő, három! Köszönjük szépen! És itt van Bea is, neki is egy hasonló kéne, szóval figyeljünk! Na, háromig se kell számolni, jól van, nagyon jól megy ez ma, és akkor jöjjön is a dal, aminek a címe Éj a mának, úgyhogy most már mozgolódunk, tapsolunk meg ilyenek, és aztán jön az Éj a mának, és azt nagyon elénekeljük, oké? Okay? Na, gyerünk, figyeljen mindenki, segítek, csak jó hangos legyen! Éj a mának, benni a sírni volna jó, még megtalálj ki pont neki való. Még neked így, kedden nem jön a hír, szerdán te keresed vissza, még segít. Jobb még, ha hezitálsz, nem kell, hogy belemállsz,
Megy, úgyhogy nem is szeretnék semmit sem mondani. Az jutott eszembe, hogy az első dalra milyen jót ugráltunk. Az nekem hiányzik, nektek egy picit, nem? De, na akkor a következő dalra nagyon kell ugrálni, jó? Megígéritek? Jól van, oké, akkor jöhet is. És akkor csak úgy azért, hogy nosztalgiázzunk, háromra segítsünk egy nagyot, a flütnek is be kéne szállni, meg kezdet meg jelenek, szóval háromra, jó, figyeljetek! Egy, kettő, három! Belemegyük, kezeket ne felejtsük el, és akkor most tanulunk be jól, de nagyon hangosan gyerünk!
köszönöm. Köszönjük, hát nagyon belejöttünk a tombolásba, én úgy gondolom, remélem még nem fáradtunk el, mert most jön az egyik kedvenc dalom, ami egy Pink dal. És szerintem sokan fogjuk ismerni, úgyhogy ugyanilyen ugrálás kéne rá, meg őrület, meg minden. Jöjjön is, az a címe, hogy You and Your Hand, de jól elkezdődött! Na, a kezeket nagyon-nagyon kérném, és aztán gondolom, hogy gyerünk! Sok most minden zene nélkül kéne énekelnünk, jó? Ez lesz az utolsó dal, de előtte annyira meg kéne tanulni, hogy mindenki tudja, és jó hangosan tudjuk énekelni. Szóval megmutatom, és be kell kapcsolódni. Biztos, hogy menni fog. Na, úgy van a dal, hogy kiabálnék, hallja! Tudjuk, csak bátortalanok vagyunk. Háromra elkezdjük úgy terítorokból, hogy fájjon. Jól van, figyeljetek. 1, 2, 3. Kiabálnék, a szerelem ma és forrag a tök, mert szeretem őt egy életen át. Na, még egyszer tapsa, gyerünk! Kiabálnék, nekem újra és forrag a tök, mert láthatom őt egy életen át. Ez a boldogság. Na, hát ennyi lenne a feladat. Meg az, hogy forzasztóan elfáradjunk, minden ez az utolsó dal. És hogy ott legyen a kezek, ugráljunk egy kicsit, táncoljunk, és aztán énekünk. Gyerünk!
És elfáradtatok, és további szép napot! Sziasztok! Jászisom, csak ennyi!